és nem csak azoké, akik részt vesznek magán az alányokaton, hanem hozzátartozói barátaik révén lassan-lassan nemzeti ünnepé kezd kifejlődni egy-egy ilyen zalándok vonatnak az elindulása és megérkezése, arról nem is beszélve, hogy útközben milyen nemzeti ünnepek kerekednek egy-egy vasútállomáson az ott élő magyarok fogadására. Szeretném nagyon röviden érzékeltetni ezeknek a zalándoknak a jelentőségét, elsőként a csíksomjói zalándokról szólva. Egyértelmű mindnyájunk számára, hogy tagadhatatlanul egy nemzeti eseményé vált a csíksomjói pünkösdi zalándoklat, és azt kell, hogy mondjam, egyértelműen nem csak katolikusok számára, és nem csak hívő emberek számára. Egy olyan nemzeti ünnepé kezd kialakulni, vagy már is alakult, amely megmozgat minden magyar, valami elementális erővel tört föl a vágy, hogy ezen részt vegyen. Be kell vallanom, egy kicsit szégyenkezve, sajnálkozva, hogy jó magam egyszer sem tudtam részt venni, mert püspök számára a pünkösd az rengeteg munkát jelent, szombaton, vasárnap, sőt még pünkösdhétfőn is bérmálások vannak, de a televízióban, rádióban igyekszem nyomon követni, hiszen ismerőseim közül is nagyon sokan, hála Istennek, mennek erre a zalándoklatra. A zalándoklat nagyon régóta a hívő ember életében egy igazi lelki gyakorlat, hiszen azt az időt, amit a zalándoklaton tölt, teljes egészében Isten és a saját kapcsolatának a rendezésére kívánja fordítani. Ezért válik ez a lelki gyakorlat, mert a hétköznapokban mindenki rohan, imádságra, emlékezésre kevés ideje jut, és ezt az zalándoklatot viszont mindenki azért vállalja, mert ezt az időt teljesen Istennek és embertársainak akarja ajándékozni. Tudom, baráti társaságok vagy egész családok vesznek részt ezeken a zalándoklatokon, éppen azért, hogy megvalósulhasson ez a kettős cél, vagyis Istennek és egymásnak ajándékozni ezt az időt. Az pedig nyilván magyarságunk, nemzetvoltunk lévén fontos, hogy ilyenkor másokkal is hozzánk hasonlóan gondolkodó, érző emberekkel találkozhatunk egy ilyen zalándoklaton. Biztos vagyok benne, hogy idén is meg fog telni ez a vonat, és mint hallottam igazgatóktól, gyakorlatilag most már a maximum létszámig jutnak el, hiszen azért szerelvény, utast vezényelni, irányítani nem olyan könnyű dolog. Szeretnék másik útvonalra is figyelmet irányítani, ami, mint hallottuk, ilyen belső országon belüli zalándoklat lesz ebben az esztendőben. A jelenlévők előtt köztudott, hogy mind a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, mint pedig a magyar kormány ezt az évet Szent Márton jubileumi esztendőnek, emlékévnek nyilvánította, hiszen Szent Márton 1700 évvel ezelőtt született az egykori római városban, Szaváriában, amely ma Szombathely. Úgy gondolom, hogy mai utódok, akik ebben a városban élünk, kötelességünk, hogy úgy megünnepeljük ezt az évfordulót, hogy az ne csak a magunk ünnepe legyen, hanem ha lehet az egész országi, sőt az egész nemzeti. Éppen ezért azt is tudják talán, hogy meghívtuk a Szentatyát egy magyarországi látogatásra ebből az alkalomból. A meghívás elfogadása nyert, csak még végső válasz nem érkezett, hogy végül tud-e jönni a Szentatya vagy nem. Sajnálom, hogy a újságírók úgy érezték, hogy most ez a nagy bejelentés. Sajnos nem tudom még megtenni ezt a nagy bejelentést, hogy igen vagy nem, de mindenféleképpen gondolunk arra, hogy amennyiben nem tudja elfogadni a Szentatya ezt a meghívást, akkor is kell, hogy legyen egy olyan rendezvényünk, egy olyan ünnepünk, ahová meg tudjuk mozdítani egész nemzetünk fiait, tehát a határokon túlról is, illetve minden olyan ember, aki Szent Márton tiszteli, ezért Szombathelyre, július 9-ére, 10-ére egy kétnapos non-stop
számára, a második nap pedig kimondottan a fiatalok számára